19. fejezet A sötétségen átsugárzó fény Meglepő az a hasonlóság, ahogy Isten századról századra a nagy reformációs és vallásos megmozdulások útján a földön dolgozik. Isten mindig ugyanolyan elvek alapján bánik az emberrel. A jelen fontos megmozdulásainak Megvolt a megfelelője a múltban, és az egyház korábbi tapasztalatai nagyon értékes tanulságokkal szolgálnak a jelenben. A Biblia egyetlen igazságot sem tanít világosabban, mint azt, hogy a megváltás munkáját kibontakoztató nagy mozgalmakban Isten különösképpen irányítja szolgáit szent lelke által a földön. Az emberek eszközök Isten kezében, akiket felhasznál kegyelmes és irgalmas szándékai megvalósítására. Mindenkinek megvan a maga szerepe. Mindenki a kor szükségleteihez szabottan részesül világosságban, amely képessé teszi az Istentől kapott feladat elvégzésére. De nincs olyan ember, bármennyire is megáldotta a menny, aki teljesen meg tudná érteni a megváltás csodálatos tervét, vagy tökéletesen fel tudná fogni, hogy Isten az ő korában mit akar elérni. Az ember nem érti meg teljesen, hogy mi Isten célja azzal a munkával, amelyet reábíz. Nem tudja teljes mértékben felfogni azt az üzenetet, amit az Úr nevében tolmácsol. Az Isten mélységét elérhetedé, avagy a mindenhatónak tökéletességére eljuthatszé. Nem az én gondolataim, a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Jóbb tizenegy hét, Ézsaiás 55.8.9, 46.9.10 Még a proféták sem fogták fel a rájuk bízott kinyilatkoztatások súlyát, Pedig nekik Isten a lélek különleges világosságát adta. A kinyilatkoztatások mondani valója korszakról korszakra tárult fel, mindig akkor, amikor Isten népének szüksége volt a bennük rejlő eligazításokra. Amikor Péter arról az üdvösségről ír, amelyet az Evangélium hozott napfényre, ezt mondja: Erről az üdvösségről tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak. Figyeljük csak e szent embereket, akik tudakozódtak és nyomozódtak a kinyilatkoztatások után, amelyeket Isten a még meg nem született nemzedékek számára adott. Állítsuk szembe szent buzgóságukat azzal az unott érdektelenséggel, amelyel a későbbi korok kiváltságosai kezelték a mennyei ajándékot. Milyen dorgálás ez a kényelem szerető, világszerető közömbösöknek, akiket megnyugtat az a megállapítás, hogy a proféciákat nem lehet megérteni. Jól lehet a véges emberi elme képtelen megérteni a végtelen Isten terveit, és nem ismeri fel teljesen szándékai megvalósulását, sokszor tévejgés vagy hanyagság az oka annak, hogy csak homályosan fogja fel a menny üzenetét. Nem ritkán az embereknek, még Isten szolgáinak is a gondolkozását annyira eltompítják az emberi nézetek, az emberi hagyományok és hamis tanítások, hogy csak részben tudják felfogni azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Isten kinyilatkoztatott igéjében. Így volt ez Krisztus tanítványaival is, még akkor is, amikor a megváltó személyesen velük volt. Elméjüket átítatta az a közhiedelem, hogy a messiás földi fejedelem, aki az egyetemes birodalom trónjára emeli Izraelt. Amikor Jézus megjövendölte szenvedéseit és halálát, nem tudták, mit jelentenek szavai. Krisztus maga küldte ki őket ezzel az üzenettel. Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1.15 ez az üzenet a Dániel 9. fejezetében található proféciára épült. Az angyal azt mondta, hogy a 69 hét a messiás fejedelemig tart, és a tanítványok nagy reményekkel és boldog örömmel várták, hogy a messiás felállítsa birodalmát Jeruzsálemben, és uralkodjék az egész földön. A tanítványok prédikálták azt az üzenetet, amelyet Krisztus reájuk bízott, jól lehet ők maguk félreértették. Miközben mondani valójukat Dániel 9.25-re alapozták, nem látták meg ugyanennek a fejezetnek a következő versében, hogy a messiás kiírtatik. Egész életükben sóvárogva várták a dicsőséges földi birodalmat. Ezért nem értették sem a profécia meghatározásait, sem Krisztus szavait. A tanítványok teljesítették feladatukat. Közölték a néppel az irgalmas Isten meghívását, és akkor, amikor elképzelésük szerint uruknak Dávid trónjára kellett volna ülnie, népe megragadta, mint gonosztevőt, megostorozta, kigúnyolta, elítélte, és a Golgot a keresztjére feszítette. Micsoda kétségbeesés és fájdalom szorongatta a tanítványok szívét, mi alatt Uruk a sírban szunnyadt. Krisztus pontosan akkor és úgy jött el, amint a próféta előre kinyilatkoztatta. Krisztus szolgálatában a szentírás bizonyságtételének minden részlete teljesült. A megváltó prédikálta a megváltás üzenetét, és beszéde hatalmas vala. A hallgatók szíve tanúskodott tanításának mennyei eredetéről. Az Ige és Isten lelke bizonyságot tett arról, hogy Isten fia a mennyből kapta megbízatását. A tanítványok oldhatatlan szeretettel ragaszkodtak drága mesterükhöz. Lelküket azonban beárnyékolta a bizonytalanság és a kétség. Gyötrelmeik közepette elfeledkeztek arról, hogy Krisztus mit jövendőlt szenvedéséről és haláláról. Vajon okozott volna-e a názáreti Jézus ilyen fájdalmat és csalódást nekik, ha ő lett volna az igazi messiás? Ez a kérdés gyötörte lelküket a szombatnap reménytelen óráiban, mi alatt a megváltó halála és feltámadása között a sírban feküdt. A bánat éjszakáján sötétség sűrűsödött Jézus tanítványai köré, de Isten nem hagyta el őket. Így hangzik a prófétai ige, Ha még a sötétségben ülnék is, az úr az én világosságom. Kivisz engem a világosságra, Meglátom az ő igazságát. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Isten ezt mondta: Az igazakra világosság fénylik a sötétben. A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek. Járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Mikeás 7, 8, 9, Zsoltárok 139, 12, 112, 4, Ézsaiás 42, 16. Azok a kijelentések, amelyeket a tanítványok az Úr nevében tettek, minden részletükben helyesek voltak, és az események, amelyekre előre mutattak, éppen teljesedtek. Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa mondták. Az idő a Dániel 9. fejezetében meghirdetett 69 hét lejártával, amelynek a messiásig kellett nyúlnia, Krisztust, miután János megkeresztelte a Jordánban, a lélek felkente, és az Isten országa, amelynek közelettét a tanítványok hirdették, Krisztus halála által jött létre. Ez az ország a hiedelemmel ellentétben nem földi birodalom volt. Nem is az eljövendő halhatatlan ország, amelyet Isten felállít, amikor az ország és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének. Az az örökkévaló ország, amelyben minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Dániel 7.27 Az Isten országa kifejezés jelzi mind a kegyelem, mind a dicsőség országát. A kegyelem országát Pál Pálapostól a zsidókhoz írt levelében ismerteti. Miután az apostol felhívja az olvasók figyelmét Krisztusra, a könyörületes közbenjáróra, aki megindul gyarlóságainkon, ezt mondja. Járuljunk azért bizodalommal a Kegyelem Királyi Székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. Zsidók 4:16. A Kegyelem Királyi Trónja a Kegyelem országát jelképezi, mert a trón létezése egy ország létezését sejteti. Krisztus számos példázatban használja a mennyek országa kifejezést, jelezve azt a munkát, amelyet Isten kegyelme végez az emberi szívben. A dicsőség trónja ugyanígy ábrázolja a dicsőség országát. A megváltó ezekkel a szavakkal utal erre az országra. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, Máté 25, 31, 32. Ez az ország még a jövőben van. Isten csak Krisztus második adventjekor állítja fel. A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, amikor megfogamzott a terv a védkes emberiség megváltására. Akkor még csak Isten szándékában és ígéreteiben létezett, az ember pedig hit által lehetett alatvalója. Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor jött létre. A megváltó, elfáradva az emberi konokságtól és hálátlanságtól, még azután is visszaléphetett volna a Golgota áldozatától, hogy földi misszióját elkezdte. A gecsemánéban a fájdalom kejhe megremegett a kezében. Még akkor is letörölhette volna homlokáról a véres verítéket, és hagyhatta volna, hogy a vétkes emberiség elpusztuljon gonossága miatt. Ebben az esetben nem lehetett volna megváltás a bukott ember számára. De amikor a megváltó odaáldozta életét, és elhaló lélegzettel így kiáltott, elvégeztetett, a megváltás tervének megvalósulása biztosítva volt. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az édenben kapott, megpecsételődött. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg megígért, akkor jött létre. Krisztus halála, tehát pontosan az az esemény, amelyet a tanítványok reményük végső megsemmisülésének tartottak, tette ezt a reményt örökre biztossá. Jól lehet mesterük halála kegyetlen csalódást okozott nekik, a legnagyobb bizonyítéka volt annak, hogy igaz az, amiben hittek. Az az esemény, amely gyászba borította és kétségbe ejtette őket, nyitotta meg a remény ajtaját Ádám minden gyermeke előtt, és mindenkorban ebben összpontosult Isten hűséges gyermekeinek eljövendő élete és örökké való boldogsága. A célok, amelyek végtelen irgalomról tanúskodtak, valóra váltak a tanítványok csalódása árán is. Jézus úgy beszélt, ahogy soha ember nem szólott. Tanításainak szépsége és ereje meghódította a tanítványok szívét, de Jézus iránti szeretetük tiszta aranyába, világi gőg és önző becsvágy olcsó ötvözete vegyült. Még a páska ünnepén is, abban a súlyos órában, amikor mesterükre a gecsemáné már rávetette árnyát, támad a köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Lukács 22-24 csak a trónt, a koronát és a dicsőséget látták, Miközben a gecsemánékerti szégyen és gyötrelem, Az ítélőszék és a golgota keresztjének szégyene várt rájuk. Büszke szívük a világi dicsőség után sóvárgott, És kitartóan ragaszkodtak koruk hamis tanításához. Amikor a megváltó bizonyságot tett országa igazi jellegéről, és előre jelezte szenvedését és halálát, elengedték a fülük mellett szavait. Ezek a téveigések okozták súlyos, de szükséges megpróbáltatásukat, amit Isten azért engedett meg, hogy szemük kinyíljon. Jól lehet, a tanítványok félreértették saját tanításukat, és nem ismerték fel reményeik megvalósulását. Mégis prédikálták az üzenetet, amelyet Isten bízott rájuk. Az Úr pedig megjutalmazta hitüket, és értékelte engedelmességüket. Őket bízta meg azzal, hogy minden népnek adják hírül feltámadt Uruk dicsőséges evangéliumát. Isten e fájú élményeket azért engedte meg, hogy felkészítse őket erre a munkára. Feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak az Emmaus felé vezető úton, és elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Lukács 24-27 A tanítványok szíve megremegett, hitük fellobbant. Újjá születtek élő reménységre, Mielőtt még Jézus elárulta volna kilétét. A megváltó fényt akart gyújtani értelmükben, hogy hitükkel a biztos profétai beszédbe kapaszkodjanak. Azt akarta, hogy az igazság erős gyökeret verjen lelkükben, nem csupán azért, mert személyesen tett bizonyságot nekik, hanem mert a ceremoniális törvény szimbólumai. Az árnyékszolgálat, valamint az ótestamentum proféciái kétségbe vonhatatlan bizonyítékok. Krisztus követőinek értelmes hitre volt szükségük, nem csak saját érdekükben, hanem azért is, hogy megismertethessék Krisztust a világgal. És e munka kezdetén Jézus ráterelte a tanítványok figyelmét Mózesre és minden profétákra így tett bizonyságot a feltámadt megváltó, az ótestamentumi szentírás értékéről és fontosságáról. Micsoda változás ment végbe a tanítványok szívében, amikor újra láthatták mesterük kedves arcát. Lukács 24.32 Jobban és tökéletesebben, mint valaha, megtalálták azt, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták. A bizonytalanságot, szívfájdalmat, kétségbeesést felváltotta a teljes bizonyosság, a felhőtlen hit. Csoda-e akkor, hogy Krisztus feltámadása után mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Olyan próbájuk volt, aminél súlyosabb nem is lehetett volna és az emberek, akik csak a megváltó, megalázó haláláról tudtak, keresték arcukon a fájdalom, a zavar és a kudarc nyomát, de csak boldogságot és diadalt láttak. Isten így készítette fel a tanítványokat a reájuk váró munkára. Akkor, amikor mindent elveszettnek hittek, meglátták, hogy Isten szava diadalmasan megvalósul. Mi is tudta volna most már hitüket gyöngíteni, Vagy szeretetük lángját eloltani. Legnagyobb fájdalmukban erős vigasztalás volt a reménység, Lelküknek bátorságos és erős horgonya. Zsidók 6, 18 19 Tanúi voltak Isten bölcsességének és hatalmának, És tudták, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthatja el őket az Istennek szerelmétől, mely van ami mi Urunk Jézus Krisztusban. Mindezekben, mondták, felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Róma 8.38-39-37 Az Úr beszéde megmarad örökké. 1 Péter 1.25 És ki csoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, Sőt, aki fel is támadott. Aki az Isten jobbján van, Aki esedezik is érettünk. Róma 8.34 Így szól az Úr soha többé nem pironkodik az én népem. Jó el huszonhat. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Zsoltárok 36. Amikor a tanítványok találkoztak a megváltóval a feltámadás napján, és szavai hallatán szívük gerjedezett, amikor tekintetük, értük megsebzett fejére, kezére és lábára esett, amikor mennybe bemenetele előtt kivezette őket egészen Betániáig, és áldásra emelve kezét megparancsolta nekik, elmenvéne széles világra hirdessétek az evangéliumot, és hozzátette: Ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig, Márk 16.15. Máté 28.20. Amikor pünkös napján a megígért vigasztaló alászállt, erőt árasztva a magasságból, és a hívők szíve megremegett, mennybe ment uruk jelenlétének tudatától, felcserélték volna-e kegyelme evangéliumának szolgálatát, és az adventjekor átvehető koronát, az igazság koronáját, még ha útjuk az övéhez hasonlóan, az áldozat és mártíromság útja is, korábbi tanítványságuk reménységével, valamiféle földi trón dicsőségével. Ő, aki véghetetlen bőséggel mindezeket megcselekedheti, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, megadta nekik, a szenvedésében és örömében való részesüléssel együtt, a sok fiak dicsőségre vezérlésének kibeszélhetetlen örömét, az igen-igen nagy örök dicsőséget amelyhez, mondja Pál, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk nem hasonlítható. A Krisztus második adventjét hirdetők fájdalma hasonlított az első tanítványok fájdalmához, akik az első adventkor prédikálták az Isten országának evangéliumát. Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa, mondták. Miller és társai épp így hirdették, hogy a Biblia utolsó és leghosszabb profétikus időszaka lejáróban van, hogy az ítélet elközelgett, s az örökké való ország nem sokára megnyitja kapuit. Miller és társai meghirdették a 2300 nap végét, Dániel 8.14, amelynek a 77 egy részét képezte mindkét csoport prédikálása ugyanannak a nagy profétikus időszaknak, csak más és más részének a teljesedésére épült. William Miller és társai nem értették teljesen az általuk tolmácsolt üzenet tartalmát, akár csak az első tanítványok. Az egyházban régóta meghonosodott tévedések gátolták meg őket abban, hogy a profécia egyik fontos tételét helyesen értelmezzék. Ezért jól lehet hirdették azt az üzenetet, amelyet Isten általuk küldött a világnak, de mivel félreértették, csalódtak. A Dániel 8.14, azaz a 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a Szenthely igazsága magyarázásánál, Miller azt az általánosan elfogadott nézetet alkalmazta, hogy a föld a szent hely. A szent hely megtisztításán pedig azt értette, hogy az úr eljövetelekor a föld tűz által megtisztul. Amikor tehát látta, hogy a próféta pontosan megjövendőli a 2300 nap végét, arra a következtetésre jutott, hogy a 2300 nap vége egybeesik a második advent időpontjával. Azért tévedett, mert osztozott a szent helyről vallott közhiedelemben. A jelképes szolgálati rendben, amely Krisztus áldozatának és papságának árnyéka, a szent hely megtisztítása a fő pap utolsó szolgálata volt az évi szolgálatok körforgásában. Az engesztelés záró cselekménye Izrael bűnének eltávolítása volt. Ez a cselekmény előre mutatott annak a szolgálatnak a záró eseményére, amelyel főpapunk a mennyben eltávolítja, illetve eltörli népének a mennyei feljegyzésekben nyilvántartott bűneit. Ez a munka vizsgálatból és ítéletből áll, és közvetlenül azelőtt történik, hogy Krisztus eljön az ég felhőiben, hatalommal és nagy dicsőséggel mert amikor eljön már mindenkinek az ügye eldőlt Jézus ezt mondja Az én jutalmam velem van hogy megfizessek mindenkinek amint az ő cselekedete lesz Jelenések 22:12 A második adventet közvetlenül megelőző ítéletet az első angyali üzenet így hirdeti meg féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Jelenések 14.7 Akik ezt az intő üzenetet hirdették, azok a megfelelő üzenetet a megfelelő időben tolmácsolták. Az első tanítványokhoz hasonlóan Dániel 9. fejezetének proféciájára alapozva hirdették bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. És közben nem ismerték fel ugyanebben az igében a messiás haláláról szóló jövendőlést. Miller és társai is a Dániel 8.14-re és jelenések 14 hétre alapozott üzenetet hirdették, és nem vették észre, hogy van még más is jelenések 14. fejezetének üzenetében, amit az Úr adventje előtt szintén hirdetni kell. Miként a tanítványok tévedtek abban, hogy Isten a 77 végén felállítja országát, az adventhívők is rosszul tudták, hogy milyen esemény következik be a 2300 nap lejártakor. Mindkét csoport egy közhiedelmet fogadott el, azaz vallotta azokat a korabeli tévedéseket, amelyek elvakították az ember elméjét az igazsággal szemben. Mindkét csoport Isten akaratát teljesítve hirdette az általa küldött üzenetet, és mindkettő a saját tanítását félreértve csalódott. De Isten áldott célja valósult meg azzal is, hogy felhívták az emberek figyelmét az ítéletre. A nagy nap elközelgett, és a gondviselőisten egy meghatározott idővel próbára tette az embereket, hogy felismerjék mi van a szívükben. Az üzenetnek az egyház megpróbálása és megtisztítása volt a célja. Meg kellett látniuk, hogy vajon e világhoz ragaszkodnak-e, vagy Krisztushoz és a mennyhez. Állították, hogy szeretik a megváltót. Most bizonyítaniuk kellett szeretetüket. Vajon készek voltak e világi reményeiket és törekvéseiket feladni, és urunk adventjét örömmel üdvözölni? Az üzenetnek az volt a célja, hogy az emberek meglássák valódi lelki állapotukat. Az irgalmas Isten figyelmeztette őket, hogy felébredve, bűnbánattal és alázattal keressék az Urat a csalódás is, ha bár saját tanításuk félreértése miatt történt, javukat szolgálta. Próbára tette azokat, akik állításuk szerint elfogadták az intő üzenetet. Megtagadják-e elhamarkodottan tapasztalataikat a csalódás miatt, és eldobják-e Isten szavába vetett bizalmukat? Vagy pedig imában és alázattal igyekeznek megtalálni hol értették félre a proféciát. Hányan cselekedtek félelemből, érzelemből vagy nyugtalanságból. Hányan voltak langymelegek és hitetlenek. Tömegek állították, hogy vágyva várják az úr megjelenését. Megtagadják-e vajon a hitet a késedelem és csalódás vizsgáztató próbáján, amikor a világ gúnyolódik és gyalászkodik? félredobják-e az ige világos bizonyság tevésével alátámasztott igazságokat, csak azért, mert nem értik meg azonnal Isten intézkedéseit. Ez a próba megmutatja, hogy milyen erősek azok, akik őszinte hittel engedelmeskednek annak az igének, ami meggyőződésük szerint Isten lelkének tanítása. Megtanítja őket arra is, amit csak ilyen esemény útján lehet megtanulni, hogy milyen veszélyes dolog elfogadni a Biblia tanításai helyett emberek elméleteit és magyarázatait. A hit fiaiban a tévedésük nyomán támad bizonytalanság és szenvedés elvégzi a szükséges helyesbítést. Arra készteti őket, hogy alaposabban kutassák a profétai igét megtanulják belőle, hogy gondosabban kell megvizsgálni hitük alapját, és elvetniük mindazt, ami nem az igazság igéjére épült, bármilyen sok híve is van a keresztény világban. E hívők előtt, csak úgy, mint annak idején az első tanítványok előtt, a próba idején sötétnek és érthetetlennek tűnő dolgok később világossá válnak. Amikor meglátják az Úrtól való véget, tudni fogják, hogy a tévedéseikből származó próba ellenére a szeretőisten szándékai biztos léptekkel teljesültek. Az áldott tapasztalatból megtanulják, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes, hogy minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.